A kecskeméti helyi választási iroda tájékoztatása szerint a választópolgárok egy része nem a korábban megszokott helyen szavaz majd vasárnap. A 32. számú és 33. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok számára korábban kijelölt szavazóköri helyiség, az Euró Mobili Bútorház, a Ladány-Bennei út egy szám alatt ugyanis megszűnt. Ezért a 32. számú szavazókörben elhelyezkedő utcák választópolgárai a kecskeméti Bolyai János gimnáziumban az Irinyi út 49 szám alatt szavazhatnak, míg a 33. számú szavazókörbe sorolt utcák választópolgárai külterületen az Ervent légtechnikai ZRT belső nyír 150 szavazóköri helyiségében adhatják le szavazatukat. Van lehetőség mozgóurnás szavazásra is, például a mozgásukban korlátozottaknak, fogyatékosoknak, fogvatartottaknak. A mozgóurnát a választópolgár kizárólag írásban kérheti, a szavazás napját megelőzően szeptember 30-án 16 óráig a helyi választási irodában a Kossuth tér egy szám alatt. A kérelmet személyesen vagy levélpostai küldeményként kell eljuttatni az irodához. De lehetőség van a kérelem ügyfélkapun, illetve a választás.hu oldalon történő benyújtására is. A szavazás napján, október 2-án is lehet igényelni mozgóurnát, ekkor a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet ezt kérni legkésőbb 15 óráig.